korcsoport tekintetében tarka a társaság, ugyanis az óvodásoktól kezdve általános és középiskolás gyerekek is nyaralnak itt, de egyetemista korú fiatalok is érkeztek. A régi résztvevőkhöz most újak is csatlakoztak. Először vagyok itt, és nekem ez nagyon tetszik. Azért, mert új lépéseket tanulunk, meg sokat játszunk, meg különféle csoportokra osztanak minket, hogy úgy barátkozzunk. Bettáról, Romániából is érkezett egy kisebb tánccsoport, akik román ajkú gyerekek. A magyar néptánc elnyerte tetszésüket. A gyerekek élvezik ezt a tábort. Sőt, ellenkezőleg, hogy nem is értik a magyar nyelvet, de látom, hogy kezdenek értekezni. Leírják papírra egyik a másikának, és most már magyarázzák ők magyarul, én fordítom nekik. Románul mondják, és én magyarul magyarázom nekik. Vasárnap költöztek be a gyerekek, egy héten át együtt tanulhatnak táncolni, játszani, jobban megismerni a hagyományokat, és ami a legfontosabb, új barátokkal gazdagodnak. A táncoktatásokon kívül a gyerekek szabadidőben különböző játékokat, népi játékokat tanulhatnak egymástól, valamint az oktatók által szervezett csapatépítő és kommunikációs versenyeken vesznek részt. Az oktatók Vajdaságból és Budapestről is érkeztek, akik mezőségi, sárközi, illetve kalotaszegi táncokat tanítanak az idei táborban.